Elnyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. Hát a tőzsdei helyzetkép azt mutatja a pénteki hazai kereskedést, illetően, hogy 8,1%-os emelkedéssel. Zárta a pénteki napot a Budapesti értéktől, de mutatója a BUX. Hát nem volt az olyan rossz, mert nem. Frankfurtban például összehoztak egy 0,4%-os mínuszt, miután valami történt ott ebéd után, és akkor átesett a DAX, hirtelen pedig pozitív tartományba volt, és onnan már nem bírt fölállni. Majd azt megnézzük, hogy mi, és Pént a BUX-ot. Pé volt valami, valami amerikai? Ja persze, jött a non farm, non -farm például, igen. Na, azt megnézem közben. 81 os emelkedéssel zárt a Bux tehát pénteken, és ez 52.255 pontos záróértéknek felel meg 425 forintos többletnek, a forgalom az 8,2 milliárd forint volt, és majd minden vezető papírunk emelkedni tudott, a Magyar Telekom az, amelyik nem vette ki a részét ebből a buliból. Az OTP az 9,1%-at tudott emelkedni, 18.010 forintra, a Richter az 120 forintra, ez 1,4%-os erősödés, 8.840 forintra, a MOL az 10 forintra gyarapodott, 2.420 forintra, 4,1%-os a plusz, és ahogy említettem a magyar telekom, az nem nagyon tudott erőt venni magán, ugyanúgy 438 forinton zárt, mint ahogy tette azt csütörtökön és a kisebb papírok közül talán ami említésre méltó az a 4IG, ami hát 4,4%-kal zárt 875 forinton, de az autó Wallisnak sem kell szégyenkeznie. főleg, hogyha megnézzük, hogy napon belül hol járt, mert én láttam ilyen 110 forintokat is, és 106 forint lett a záróérték, ez 3,9%-os Növekedés. A és 2,5%-kal tudott menni, úgyhogy mindjárt meg is nézem, hogy a... Igen, a non-far payroll oh. volt az egyébként, ami benyomta. Több rossz adat is érkezett az Egyesült Államokból, de a munkanélküliségi ja. adata vártnál gyengébb lett, és a szolgáltató szektor dinamikája is kisebb a vártnál, úgyhogy ezek nem voltak annyira jók, ez benyomta a hangulatot. Látszik a kereskedésen, hogy... Ilyen felemás lett a hangulat az USA-ban, a Dow 0,2%-os mínuszban, az S&P éppen hogy mínuszban, a Nasdaq 0,2%-os pluszban zárt. De ami még érdekes, az a két, nagyon sok érdekes tőzsdei hír van. Az egyik az, hogy új tőzsdéje lesz Kínában. Ja, mert igen, bejelentették, igen. tehát akkor lehet készülni egy újabb úgy um, egy harmadik tőzsdét tervez Frightani Kína. Ez a kis és közepes vállalkozásokat szolgálná ki, a BBC-n is lehetett róla olvasni. Pont és azok, amik New Yorkban listázva vannak és készülnek. Van a Shenzhen, van a Shanghai és most Peking jön igen, be. Hála Istennek, mert eddig azt hiszem négy indexet néztünk most legalább lesz még egy. Igen, bejött ez. Plusz a Hongkongi. Aztán, igen, a Hongkongi, a Kospi uh, és még a másik az, hogy uh, újra visszatértek a, az NFT-k, még hozzá robusztusan a non-fungible tokenek most aztán elképesztő mennyiségűt adnak el, úgyhogy egyre jobban, egyre jobban megy az árfolyam fölfele, hogyha megnézzük, hogy az NFT piac az milyen. Augusztus végén már közel 900 millió dollár volt az NFT piaca, ami, ami, azt jelenti, hogy arról a nulla szintről, ami, amit így elért június-júliusban, oda ugrott fel. Kérdés, hogy ez marad-e, de a CNN bizniszem van egy baromi hosszú cikk róla, ezt ajánlom is elolvasásra, hogyha valakit érdekel, úgyhogy ezek voltak. Gyorsan még mi volt? Nem mondtam az európai piacokat, hogy ott mi volt, de azt nem is mondom, mert már nincsen rá időnk. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Illetve hát annyit tudunk, hát, hogy Frankfurtban volt egy mínusz. Annyi lett volna, igen, igen. hogy azért valamit... Ö... Itt van szóval... Zoller Andi. Londonban Hello, is Rambdi. volt jó, Szia Andika, reggel. jó reggelt! Frissen, fiatalosan. Hát, hogy lehet, telt hogy a hétvége? Tűnik, nem Nem, nem, nem. Tűnik, úgy. nem tűnik csak udorias volt az ember. Te se vagy annyira a helyzet magaslatán. nem, mert jó, hétfő látom, van, az én az és sosem jó. vagyok. Nem, a azért azért papír Ja, hát az. Allergia. igen, szerintem. Látom rajta. Nem, nem vesz a kamera téged, meg direkt szóltál. Egy nagy fekete. Most igen, nem engedi. Nem Jó. vagyok képernyőképes szerintem. Dehogy de nem, reggel. dehogy nem. Hogy telt a hétvége? De de... oh, oh van, gyönyörű cola, ja, Hogy telt a hétvége? Mit főztél? Mit sütöttél? -e? Sütni most nem sütöttem, főzni, főzni hát sütöttem tulajdonképpen húsít, de, de süteményt most nem Azt sütöttem. Azt hittem, hogy hát, hát, sütöttem egy, én egy három emeles világbajnok estő, halászlevet csináltam. Nem. Nem, halászlevet. nem. az jó. Én nekem a, a gyerek az paradicsomos rákos tésztát Reggelire. rendelt. Hoztam jó nektek. hozzá. Hát, jó. Gye, na ezt vártam, ezt a, <laughs> hoztam, ott van a hűtőben. Tőle. Bár nem kellett volna berakni a hűtőbe, mert tiszta zselé az egész úgy, ahogy van. Úgy, Jó, hogy... mikor fogyasztjuk el? Amikor akarjátok, szépen kiporcióztam. Hű, rá van van mindenkinek is. egy kis halacska benne, egy kis harcsa, hordozza... egy kis pontyocska, hordozza... Ú, egy kis tej. Nagyon-nagyon-nagyon király. Durva. Várjál, de most egy kicsit bajba vagyok, mert reggelire azért az egy... Hordozható, komoly... nem, hordozható. nem hordozható. ha hordozható, nem lesz annak semmi baja. De durva! Figyelj, az, az, az nagy... na, olyan, na, kocsonya, na, olyan, kocsonya, olyan kocsonya, hogy az adnak semmi klassz. baja Feleöntjük Beleöntjük a kifli zacskomba, majd kieszem a megyes kiflit az acsiból. Nem, lehet. Nem, olyan nagy a víz a Dunán, hogy semmit. Füröttem egyet a sugovicába, Körülbelül 18 fokos volt a víz, de kéntelem voltam, mert nem tudtam, hogy mi lesz jövő hétvégén, mert hogyha utána még jön ez a 30 fok, amit mondanak, akkor lehet még fürdeni. De ha nem jön? Ha nem jön, akkor kellett egyet, úgyhogy a gyerekek igen. is belejöttek. Nagyon-nagyon nagyon büszke küzdős. voltam rájuk, úgyhogy igen, jó volt. Úgyhogy hát így. Akkor, akkor így, én a akkor kis panko, a pankomorzsás rántott csirkemel mert szerintem akkor az nagyon vagyok, abban aztán a nincsen nagyon finom. Az nagyon finom csak nem tudom, komplikált, ugye, hogy lehessen vele villogni, hogy mit alkottam. Na mindegy, akkor ezt megbeszéltük, Czoller jön, tehát a friss hírekkel. Utána nem viszont... a Schmidt aki most ezt meghalotta, és ki van akadva. Miért, eset, nem nem ő, miért, nem ő, van ma, kérdi? Hát igen, igen. Ez, így, ez, így, De én azt üzenem neki, hogy Mohácson annyit evett már idén eleve, úgy most nem tudom, mi van kiakadva. Így van. Ja. Na. Na, hírek utána folyt köv. Nézd a Millás reggeli adásait élőben! A...